Szeretettel köszöntöm Virág Vasárnap az m csatorna nézőit. A Püspök egyéb műsort láthatják, annak is a 153. adását. Beszélgető társaim, Kocsis Fülöpések Metropolita, a Katolikus Egyházak képviselve, minket. és Tejnbak József református püspök a Durántúról, egyúttal a Magyar Egyházak Kommunikus Tanácsának a elnöke, magam pedig Fabinyi Tamás evangélikus püspök vagyok, és valóban virágvasárnapot, megmondom már előre, nagyon szeretem, az egyik legkedvesebb egyházi ünnepem. De most márciusban egy másik ünnepünk is volt, 15-e, a Szabadság, a Függetlenség ünnepe, úgyhogy erről a két témáról fogunk beszélgetni. Kezdjük akkor ezzel a márciusi Szabadság ünneppel, a nemzet gondolatával, hiszen a nemzeti gondolat ekkor a 19. század közepén vált igazán szinte tapinthatóvá. Arról szeretnék beszélgetni veletek, hogy az egyházak hogyan élték át akár a 19. században, a nemzeti vállásnak ezt a folyamatát, vagy mit jelent az egyházak protestáns vagy katolikus egyházak életében a nemzethez tartozás, hiszen gondoljunk bele, a nemzet az valahol lokális, egy bizonyos közösség, amelynek részesei lehetünk, az egyház viszont globális, ha úgy tetszik, vagy nemzetek fölötti, katolikus a szó egyetemes értelmében, nincs kettő között feszültség, hogy egy nemzet tagjai vagyunk, ugyanakkor egyházhoz is tartozunk. Hát egy gyönyörű teológiai téma. Nem szabad, hogy feszültség legyen a kettő között. Gyakran kialakul. Az tény, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy az egyházra bízott üzenet, a Jézus Krisztus egyébként szabadságot adó evangélium az egyetemes. Minden embernek szól, és az egyház akkor hiteles, hogyha tud csoportok, csoportok között hidakat építeni, békességet munkálni, és mindenkit kivétel nélkül megszólítani ezzel az örömhírrel, hiszen ahol Isten lelke, ott a szabadság. Ugyanakkor ezt az örömhírt, ezt mindig egy közösségben éljük meg, akár egy keresztény felekezetben, azonban egy gyülekezetben, akár egy nemzettestben, amely szintén egy testvéri közösség, amely meghatározza az identitásunkat, hiszen olyan nincs, hogy madár, hanem olyan van, hogy gúlya, meg olyan van, hogy fecske, tehát valahova kell tartoznunk, ahol a hitünket és a Krisztus követésünket megélhetjük az nagyon nagy baj, hogyha a kettőt egymással kiátszák, egymással szemben, és ez a veszély, ez nagyon sokszor fennáll. Majd még beszélgetünk arról, hogy a református egyházban mintha jobban közeledne egymáshoz a nemzet és a reformátusság gondolata. A katolikusságban, főleg a görögkatolikusnál talán ez kevésbé érvényes, de várom, igen, hogy igen, az alapkérdésre, hogy hat, hat Két oldalról is, hiszen a katolikus egyházban az egyetemesség az valóban egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos elem, egészen annyira, hogy mind a 20. század derekáig az egységes latin nyelv volt a, az egész világon a egyháznak a, a nyelve, nyelvezete. A másik oldalról viszont talán kevesen tudják, hogy a, a, a keleti ritusnak van egy ilyen nagyon érdekes, sajátos összefogó ereje, amely hasonlít ugye az egyetemességhöz, de mégis egyfajta elkülönül, elkülönülést is eredményez, és egészen, a, egészen talán mondhatni a 19. századig jóval erősebb kohéziós erőt jelentett a keleti ritushoz tartozás, mint a nemzethöz tartozás. Ez nyelvi hoz, hova tartozás is jelentett? Hogy a, nem, a... nem hiszen, hiszen, már ekkor ugye az egyes nemzetek ugye a saját nyelvüket használták, és a magyarságnak az volt a nagy fájdalma, hogy mi a magyar nyelvet nem használhattuk, holott a románok használták a románt, ugye a ruszinok a sajátjukat, a szlávok, görögök természetesen, bolgárok is szervek is a saját nyelvüket használták, de hogy tehát annyira erős a ritushoz kötődés, az a, ez egy, egy másik fajta családba tartozás, hogy ez egészen különböző nemzeteket is teljesen egybefogott, de aztán a 20. századi nemzeti tudatra ébredésben, illetve mondhatni, hogy a magyarságban már a 17. századtól él ez a törekvés, 18. század elejétől vannak ezek a úgynevezett saját fordítások, magyar nyelvű fordítások, és a görög azóta küzdöttek azért, hogy legyen magyar nyelv és magyar egyház, ami majd csak egészen a 20. század az elején 1912-ben adatott meg. Tehát Nem hivalkodva illetve... és beeldöngetve, de azért mondhatjuk, hogy mi protestánsok etéren előrébb vagyunk, hiszen számunkra az anyanyelv használata, a nemzethez való tartozásnak, a nyilvános vállalása gyakorlatilag a 16. századból keze megvolt. Luther Barton például a latin nyelvű misét rögtön lecserélte, vagy fölcserélte a Deutsche Messzére, mm. a, a német liturgiára, igen, és az egyes nemzeti egyházak, magyar vagy bármelyik átvette a itt kapcsolódik az, amire utaltál, hogy a protestáns egyházakban a nemzeti érzés, a nemzeti nemzet tartozásnak a tudata azért erőteljes ebből is fakad, Igen. úgy sejtem. Hát így van, ami hát nyilván a reformátuságon ugyanúgy megvan, ez a reformáció elkezdődött, és hát nyilván a magyar nyelvű Biblia fordítások, ugye nálatok a Szilveszter János féle újszövetséggel kezdődött, de hát akkor gondolhatunk a károli fordításra. De ami a nemzethez tartozás mellett azért utalt az Evangélium Egyetemességére is, hogy hát a saját anyanyelvre lefordított Isten igéje, és az ezáltal hirdetett evangélium sokkal többekhez eljuthat ezáltal. És nyilván ehhez a nemzetünk sokféle nehéz történése is hozzájárult, el egészen trianonig, hogy attól kezdve mind a mai napig, azért most csak a reformátusok felé részrehajló vagyok, valahol a református egyházhoz tartozni az elcsatolt területeken, egyben, egyben a, magyar tudatuk megélését is jelentette, és ez, ez ma is így van Kárpátalján, így van Felvidéken, így van Erdélyben, Délvidéken, és sorolhatnánk. Tehát itt a kettő érthető módon nemzet eseményeik történése miatt is nagyon komolyan összefort. És itt van őszintén szóval némi különbség az evangélikusság és a reformátuság között. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy nálunk azért három ága van a magyarországi evangélikusságnak, a a ág természetesen a magyar, de azért történelmileg és hagyományban, Isten tiszteleti életben mindig szerepet játszott a német, és talán még inkább a szlovák hagyomány. Uh -huh. A nevünk is, bár ti is, úgy van, hogy magyarországi evangélikus egyház, vagy magyarországi református egyház. Mi azért is hangsúlyozunk, hogy mi nem magyar evangélikus egyház vagyunk, mert vannak szlovák tagjaink is, és vannak német tagjaink is, és nem akarnánk ebből őket kirekeszteni, mondván, hogy ha ők nem magyar érzelműek, akkor nem lehetnek az egyház. A hűséges tagjai. Voltak ebből egyébként feszültségek a nemzeti törekvéseknek a, a túlbúriázásából, a, akár a, a német időben, akár Magyarország német megszállásának idején volt ilyen kísérlet, de a pánszláv mozgalom idején is volt, hogy a nemzethez való tartozás a magyarországi evangélikusságon belül egy ideig, mintha erősebb lett volna a Krisztushoz tartozásnál. Igen. És azért mi mindig a szangúlyozik, hogy először vagyunk keresztjének, és talán evang és, és a, a magyarság már egy, egy későbbi, abból ö, némileg következő, de talán sorban az után következő identitásunk. Hát hozzám, de nem szabad szembeállítani egy, ezeket egymással. Egy fontos elemet, a nyelvet, a magyar nyelvet. Mert hogy hallgatom a szavaidat, Püsök úr, voltak éppen a egyház, magyar görögadis egyházunkban is ez mondható, hogy mind Erdélyben, Parciumban, Kárpátalján, Felvidéken a magyar nyelv az, ami egyértelműen a, a magyar görögadis egyházhoz tartozást fejezték ki. Jól lehet, hogy a görögadis egyház természetesen ezeken a területeken más nemzeteknél is van. De hogy a, a magyar nyelv Érdemes erről beszélni, mert ennek egy, egy nagyon erős összekötő ereje van. Hogy, hogy, egy nyelvet beszélünk, és ez, egy, ez el is különít bennünket másoktól, néha ez büszkeséget jelent, néha, néha, talán pironkodás, vagy szégyenkezést, és, és én azt vallom, hogy, hogy a magyar nyelv gondozása, igényes művelése és használata egyben egy olyan, olyan belső tartást is ad, ami nem főtétlen, nem tudom, nemzettudatot, vagy, vagy pláne nem más nyelvek lenézését eredményezi, hanem egy olyan, olyan belső igényességet, amely a is a sajátja kell, hogy legyen. Tehát, hogy a nyelvet művelni, használni, jól használni az egyházban, tehát a nyilván a Biblia fordítások azok szinte nyelvteremtő erejű jelenségek, ez, ez ugye nagyon fontos eleme ennek a nemzethöz tartozásnak, a, az egyházzon belül is. Emlékeztek az István a király arra a sorára, hogy nem kell olyan Isten, aki nem tud, nem magyarul. tud magyarul, ugye Koppány mert ő volt a, a kvázi az igazi az magyar, a magyar, a magyar szemben a katolikus, igen, a szó a egyetemes igen. értelmében, nem csak magyar, hanem a rómaiakhoz, igen, a katolicizmushoz is húzó Istvánnal, és, és minthogyha egy ilyen, egy ilyen szembeállás, lett volna, hogy, hogy Isten kell, hogy tudjon magyarul, mert a latin liturgiát nem értjük, vagy nem akarjuk érteni. És ez a, ez a, konfliktus István és, és Koppány között azért későbbi korokban is megjelent újra. azt a viccet, amit nekem Ferenc pápa mondott, amikor a liftben egy, együtt utaztunk, és akkor bemutatkoztam, hogy magyar vagyok, még jó pár zsinat, vagy színodussal ezelőtt volt ez, és akkor én mondja, hogy éppen most hallottam, hogy az örökké valóságban magyarul fognak beszélni, és akkor hát, hát miért? A Edward hát mondta neki ezt, és Tréfásan, és nagyon tetszett neki, hát mert olyan nehéz nyelv, hogy egy örökké valóság kell, hogy meg kell menni tanulni, úgyhogy Ferenc Pápa ezt mondta, hogy magyarul fognak beszélni. Ez ugye egy nyelvi sziget, ugye a herderi jóslat az volt, hogy el fog tűnni a magyar nyelv azért, mert annyira, annyira, annyira különbözik másoktól, de épp azért így a küzdött a herderi jóslat beteljesedése ellen. Hát de, de milyen nyelvi sziget, hát ne, tehát nem mások ellenében határozunk. Meg önmagunkat, de amit magyar nyelven ki lehet fejezni, ezt látjuk a versekben. Igen, lefordíthatatlanok a magyar versek, mert annyira gyönyörű és, és összetett, finom, mindenre kiterjedő, lehelet finom nyelv, ami más nyelvben nem így van. Tehát én egyszer egy József Attila verset ö, olvastam német fordításban, és hát lehetetlen visszaadni egy kosztalányit, a, a Csóri Sándor, anyám fekete rózsa, lehetetlen lefordítani, micsoda, micsoda nyelvi sziget, és erre azért legyünk büszkék, ez egy, ez egy csodálatos anyanyelv, és amit mondtál, azt nagyon megegyeztem, nagyon egyetértek vele, hogy először vagyunk Krisztus követők keresztjének, és utána egy nemzet tagjai. A Krisztus hitünket nyilván egy közösségben, ahogy mondtam, egy nemzetesben élhetjük meg. És éppen ez nagyon fontos ma különösen, hogy először legyünk keresztények, és a Krisztusi szeretetet kövessük, és tudjunk hidakat építeni ellentétben minden gyűlölettel, ami engem mostanában nagyon zavar, amely nemzet és nemzet között támad, csoport és csoport között támad, vagy bármely területén az életnek, és ez valóban keresztény kötelességünk, ezt soha nem adhatjuk fel és valóban fölcserélni végképp nem szabad, ha a nemzetet szakralizálják, és a, a vallást nacionalizálják. Hm. Az olyan összekeverése a két fogalomnak, ami feje állítja a vallást, és és a nemzettudatot is. Igen, igen. Azt gondolom, talán ezzel zárhatjuk, ha megengeditek ezt a részt, hogy, hogy a helyén kell kezelni mind a kettőt, nagyon meg kell becsülni az, hogy Isten történetesen magyarnak teremtett bennünket, de nagyon meg kell becsülni az, hogy, hogy mi keresztjének vagyunk, és ez a nemzetek fölötti valóságot jelenti. Ah, Jóska mondta is az elején, hogy nem, nem szabad, hogy szemben álljon őket, hogy És akkor éve legyen éve ez intelem, akár az ukrajnai így, háború így esetére, van. hogy ne álljanak szemben keresztjének, a keresztjénekkel, azért mert a nemzeti gondolat az a szembe helyezi őket. Persze könnyű ezt nekünk mondani, de, de ez a kötelességünk. A másik téma virágvasárnap. Mondtam, hogy ez egyik kedves ünnepem, ti is majd valhattok arról, hogy szeretitek-e, ha igen, akkor miért, és talán nem csak a krókuszok miatt, hogy először nyílnak ilyenkor, és utána a többi virág, és ünnepelhetjük Jézusnak a bevonulását Jeruzsálembe. Én majd mindjárt elmondom, hogy miért szeretem annyira, de először ti mondjátok meg, hogy mit jelent számotokra ez az ünnep. Esetleg a nagy hét kezdete, vagy, vagy valamilyen speciális egyéni tartalommal is, és felruházzátok, hogy látjátok frület? Hát majd nagyon odafigyelek arra, hogy te mit mondasz, mert én bennem a virág vasárnap ünnep természetesen, ahogy a bizánci egyházunk, már akkor kijöttünk a Szent 40 napról, tehát a nagy, nagybőjtnek már vége van, lesz Lázár szombattal lezárul. Mi Lázár szombat, bocsánat? Lázár szombat, bocsánat, tehát mi... Lázár ö, tehát, feltámasztása? Igen, igen a virágosnap előtti szombatot Lázár szombatnak nevezzük, mert akkor ünnepeljük ezt az eseményt, hogy Lázárt kihúz, kihívta a sírból az úr, és ez mint egy elővételezi, azt az, az jelzi, hogy ő úr a halál fölött, de még Lázárt nyilván a földi életbe támad föl, és ez a bevezetője a virágvasárnapnak. Aztán ehhez kötődik a, a fügefa megátkozása is, hogy, hogy bemegy a templomba, és, és amikor ott körülnéz, megjegyez mindent, és hát közben megátkoz a fügefa. Mert nincs rajta termés, terméket. Igen, igen, és ez az, ugye a zsidó nép terméketlensége, meddőségére való utalás, és hát a virágvasárnapi hozsannázás és ünneplés is egy, egy meddő ünneplés, mert nagyon nagy az öröm, természetesen Jézus söndesen elviseli, de van az egyik talán Lukás leírásában meg, is könnyezi, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ugye hányszor akartam összegyűjteni, mint egy, jó, fiaidat, mint gyúkanyolt sibéidet, nem akart hogy ez a kettősség azért ott van a virágvasárnapban, és aztán nagyon szépen persze bele is fut a nagy heti eseményekbe, tehát annak a nyitánya voltak éppen, de azért mindenképpen hordozza ezt a fájdalmat is, hogy most ünnepei, de hogy ugyanez a tömeg aztán, hogy feszíts meg, ki, kiállt Jézusra. Erről majd mindjárt beszélünk, hogy hogyan, hogyan lesz a hozsánnából feszítsd meg, hát ami világvasárnap vezér motívuma, hogy hozsánna áldotta ki jön az úr nevében, néhány nap a később átfordul a feszítsd meg üvöltésébe. De Püspök úr, te hogy látod? Igen, szeretem világvasárnapot, és azért, mert Jézus lényegi küldetésének a kezdete, hogy bevonul Jeruzsálembe, azért, hogy meghalljon a kereszten, miattunk érettünk, helyettünk, és erre a váltság halára húsvétkor a feltámadásával Isten ráüsse az elfogadó pecsétet, hogy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát. És nekem ennek a kezdete virág vasárnap, mert ugye a hozsánna áldottak jön az úr nevében, az nagypénteken és húsvétkor lett teljessé, mert a Hozsárna az a 118. Zsoltáról vett idézet, ami szó szerint azt jelenti, hogy segíts meg! segíts meg Uram, aki egyedül tudsz az emberlét igazi problémáján segíteni és ez valóban nagypénteken és a husvéti örömben történt meg, ott teljesedett be, kaptunk választ erre a gyönyörű imádságra. Ott, ott hallgattatott meg. Ez a... Ott hallgattatott meg ez az imádság. És egyébként később is a zsoltárok, akár már a csütörtökön, de nagypénteken a kereszten Jézus hajkán újra és újra elhangoznak, tehát fontos, hogy Jézus folyamatosan imádkozott és ő a zsidó férfiú a maga imádságos könyvét, vagy imádságos gyűjteményét a Zsoltára könyvét használta meg a többi ószövetségi szakaszt, amelyik imádságként alkalmas volt akkor elmondom, hogy miért érzem nagyon közel magamhoz világvasárnapot. Van egy teológiai fogalom, a kenózis. Nagyon tudjátok, igen, hogy mi ez, ez egy szó, szóval, az önki üresítés. Igen, amikor valaki megüresíti önmagát, Pálapostól írja ezt a Filippi levélben, hogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, megüresíteti önmagát, és, és emberekhez lett hasonlóvá, sőt szolgává, rabszolgává és elszenvedte a kereszthalált, a rabszolgák halálát, és ez már valahol ez a megüresítése, Jézusnak ez az ön kiüresítése szerintem már világvasárnap megkezdődik, hiszen nem hatalommal, nem hódítóként jön, mint ahogyan nagyon sokan a főniciai hordáktól kezdve Titus római vezérig menően egészen a későbbi arab hódítókig, muszlim hódítókig, és itt mondtál? Hogy, Hogy nem lovon nem Lobon, hanem alázatos igen, és alázatos. szoktam ugyan. mondani, hogy a, az ókort rabantja a, a, a szamár, egy igavonó állat, egy egyszerű, igénytelen jószág, és Jézus ezt eszi igénybe, és ez valahol nagyon üzen, metekommunikatív módon, hogy aki ránéz, azt tudja, hogy ő nem uralkodni, nem hódítani akar, hanem, hanem alázatosan, de ahogy mondtam, ezzel csak kezdődik a nagyheti történet, ahol újra és újra, szinte minden egyes epizód, megismétlődik ez, hogy Jézus megüresíti magát. Nagy csütörtökön kötényt köt maga elé, és a szolgáknak a munkáját végzi el, megmossa a tanítványok lábát, még Júdás lábát is. Vagy nagy pénteken is helyet cserél a bűnössel a bűntelen Jézus, és, és átadja magát a, a legnagyobb áldozatra, a kereszthalára. Tehát ez a megüresítés, ez szerintem Jézus személyének a titka, és, Valahol, amit Pálapostol egy másik helyen azt mond, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz, ez teljesül be Jézusban. És hogy erőtlenné tud válni, a szó fizikai értelmében, és a kereszten aztán pláne elalélt, uh -huh. de ebben mutatkozik meg mégiscsak az Istennek az ereje. Hát igen, az ő hatalma, a szeretet megváltó és megtartó hatalma, olyan nehéz a Golgotai kereszt helyettes elégtételét a ma emberének megmagyarázni. Annyit gondolkozom ezen. Jézus Krisztus meghalt érettünk nem csak azért, hogy legyőzze azokat az ellenségeket, amely előtt az ember tehetetlenül áll, bűnbetegség, halál, gonosz hatalma, hanem azért halt meg érettünk, hogy nekünk ne kelljen már ebben a világban beáldozni egymást, önző, érdekalapú jelszavakért és ügyekért. Ez egy, ez egy csodálatos gondolat, hogy sokkal jobban szerethetnénk egymást. Ő odaadta magát, minden teret elhordozott, hogy mi ne áldozzuk már be egymást. Hat... És sokkal szebb életet tudnánk élni, ha ezt komolyan vennénk. Hogy Akkor... van megoldás, van segítség. Bocs. Köszönöm. Hat Hadd foglaljam össze ezt három szóval, hogy ami a kereszten történt, az miattam, helyettem, érettem történt. Uh -huh. Tehát én vagyok a bűnös és ő a bűntelen, én miattam teszi, helyettem, átvállalja a szenvedést, mint amikor ugye Maximilian Kolbe, hogy, hogy helyet cserél azzal, igen. aki, aki egy több gyerekes édesapa volt, és, és Kolbe atya vállalta a mátériumot hogy kiszabaduljon a, a, másik ember. Tehát helyettem, de mindez érettem is történt, hogy, hogy életem és üdvösségem legyen. Igen, igen. Nagyon tetszik az a Szentpáli gondolat, nagyon merész és nehezen, nem könnyen érthető gondolat, hogy kiegészítem testemben azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Tehát, hogy, hogy én is hozzátehetek, bár nyilván nem nem hiányzik semmi Krisztus szenvedéséből, de mégis hozzátehetem a magamét, és ez talán egy, egy jelentős kulcsa a szenvedés nagy kérdésének, hogy mire való, vagy mi, miért, miért kell elviselnünk, és talán az egyházi, vagy ekléziológi értelemben, hogy Krisztus teste, az egyház titokzatos teste, és én is annak tagja vagyok. És nem csak akkor szenvedett Krisztus 2000 évvel ezelőtt ott a Golgota hegyén, hanem az egyház ma is az egyházban ugyanígy át Éli, minden bűn szenvedést okoz, és hogyha a magamét, a magam szenvedését fölajánlom, mint egy, mint egy részévé válok annak a krisztusi áldozatnak, ami, ami, ez a helyettesítő áldozat, ahogy Maximum Kolba vagy sok más vértanú is ezt megtette, vagy egyáltalán az édesanyáknak az áldozatos magatartása, vagy bármikor amikor önfeláldozó módon magata viselkedik az ember. Nagy témát nyitsz ezzel, és javaslom, beszéljünk egyszer erről, hogy okay. Jézusnak a, a szenvedése és az emberi szenvedés hogyan viszonyul itt egymáshoz. Itt. Jézusnak az áldozata egy, és akár egy édesanya áldozata, hogy viszonyul egymáshoz. Az utóbbiban egy picit óvatos lennék, hogy hogy Jézusnak a, a, a szakrális ószövetségi áldozatba gyökerező, üdvössége szerző áldozata azért talán más, és több, mint egy, egy szülői, apai, anyai áldozat. Van, de, de... még erről beszéljük. Beszéljünk erről, Igen, de ezt, legalább annyira te a állom, Köszönöm, köszönöm Tamás Püspök, hogy ezt mondtad, mert itt én is szóltam volna, hogy erre érdem, érdemes lenne beszélgetni. Annyi, hogy egyetlen egy gondolat még, hogy nekem az egész nagy hét virágvasanatok, ez a húsvétra csúcsosodik ki, hogy feltámadott a halálba, hogy micsoda örömír, hogy, hogy minden megoldatott, hogy tényleg van segítség, hogy van reménység, van öröm, hogy Isten az élet Istene visszaadta nekünk az élet ajándékát, meg visszaadta az örök életet, ezt a föld életet, az örök élet tágosságában életjük, hogy jó élni, és hogy e világ minden élet öröme is az isteni rendben beleilleszthető a maga, maga helyére, és nekünk az a feladatunk, egy egymást erre az élet örömre hangoljuk, annyi a szomorú ember. Hát húsvét az azt jelenti, hogy valóban feltámadott az úr élni jó akkor foglaljuk össze, ha eddig elmondottakat. Egyrészt a, a, szenvedésről fogunk még beszélni, a szenvedésről és az áldozatról, a másik pedig, hogy nagy hét kezdetén vagyunk, ami a passió hete, a, a nagy hét a, a kereszt Amiben halál, be bele kell mennünk nekünk is. A, Amit végig kell járni, pontosan Igen. ezt akarom mondani, hogy elindulunk Jézussal együtt a Golgotha felé, és követjük őt a kereszthordozásban, és reménység szerint a húsvéti feltámadás is át tudjuk élni, és itt azt hangsúlyozom így összefogalóan, amit Püspök úr mondtál, hogy, 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 ez öröm, szép az élet, tehát bár szenvedésről van szó, és, és annyi minden fekete a nagy héten az öltözékünkben, és a liturgiában, és a, az oltárterítőn állunk, és, és, lehetne fokozni, de mégis ez az örömnek az ünnepe, mert a csúcspont az a húsvéti. Mert a fényében kell, hogy lássuk pontosan. az életünket, és akkor minden értelmet nyer. Pontosan, pontosan, és ezért emlékeztetem a kedves nézőket is arra, hogy virágvasárnap van, ami a nagy hétnek a kezdete. Ha elindulunk ezen az úton, és elmegyünk nagy csütörtökön keresztül, amikor a lábmosás története, az urvacsora szerzésének az igéje, igé igé vagy Jézusnak a szeretettel kapcsolatos parancsolata van, hogy ti szeressétek egymásért többször utaltál, és eljutunk a nagypénteki kereszthez, és utána pedig reménység szerint a feltámadásnak a fényébe. Tehát járjuk végig járjuk ezt az végig. utat, erre a nézőket. És a hadd biztosan arra is a nézőinket, hogy ha témát akarnak javasolni, akkor írjanak a püspökkenyér Mtv címre, és annak is örülünk, hogyha visszanézik akár ezt az adást, vagy a vallási szerkesztőség többi műsorát, a bizony Isten felülete lehet ezeket megnézni. Reménység szerint négy hét múlva találkozunk, addig is áldott ünnepet Kívánok, boldog feltámadást, már most virágvasárnap, nekünk pedig köszönöm a beszélgetést, Köszönjük, Isten áldjon benneteket, Isten áldjon minden nézőt.